Oké. Tizedik éves globális Access Bars-napon. Lazíts, fogadj be, és élvezd a napot, amit neked hoztunk létre. Globális Access Bars-nap. A Bars 32 pont a fejen. Ez olyan, mint egy számítógép tárhelye, az összes gondolat, rokon érzésről és érzelemről, elképzelésről, ami valaha volt neked bármelyik életedben, ami eltárolódik, és amikor ezeket kitisztítjuk, azáltal, hogy futtatjuk a bárokat, ilyenkor törlődnek a fájlok, és egyszer csak más az ember, az egész élete meg tud változni, fizikailag, mentálisan, érzelmileg, mindenféle módon. Tudom, hogy ez hogy fog kinézni? Nem, csak te tudod, illetve még te sem tudod, de megváltozol. És láttam embereket, ahogy ezeket a 32 pontot futtatták nekik, és láttam, hogy felkelnek a masszázságyról egy teljesen másik emberként, és soha nem térnek vissza oda, amilyenek korábban voltak. És ez az egyik, amit legjobban imádok ebben, hogy senki nem tér vissza oda, amilyen korábban volt, hanem előre indulhat, hogy megnézzem, mi más tudhat még. Ez egy elképesztő ajándék, amit adhatunk a világnak, vagy bárkinek, hogy rendelkezzenek egy olyan helyen, ahol el tudják kezdeni teremteni az életüket. Ez kinyitja az ajtót, hogy befogadj mindent, amit tudsz. Számomra ez egy olyan ajándék, amit még soha sehol nem láttam máshol. Hogyha mindenki a világon jelen tud lenni, mint önmaga, és nem ítéli meg önmagát, akkor az egy olyan világ, amiben én élni szeretnék. Én ezt szeretném teremteni. Tehát köszöntünk mindenkit a 10. éves globális Access Bars napon. Emily Evans Russell vagyok, én leszek a házigazdátok a mai napon, és néha-néha beköszönök a különböző videók és tartalmak között, amiket ma előkészítettem nektek. Az egyik legkedvencebb dokumentumfilmem következik most, aminek egy részét fogjuk most látni, hogyha többet szeretnél megtekinteni. Nagyon sok videónk van mindenhol a globális Access Bars napon. Ezen a globális accessbarsday.com oldalon nagyon sok dolgot megtalálsz, amiről ma beszélni fogok, és a YouTube csatornánkra is elrelenyítunk majd téged. Ott megvan a Túl a szavakon videó teljes változata, és legalább 70 videónk van az Access Barsról, és nagyon sok egyéb videó az Access Consciousness-től. Ebben az évben ez a globális Bars nap része egy egész hétvégének, a legnagyobb hétvégéje a változásnak az Access Barsban és az Access Consciousness-ben. Október 23-án globális Access Bars nap lesz, lehet, hogy ezt aznap nézed, lehet, hogy korábban nézed, hogy felkészülj a hétvégére, vagy lehet, hogy később nézed majd. Ez része egy egész nagy teremtésnek, nagyon sok eseménynek, hogy megtapasztalhatsz az ajándékot, és a történeteket az Access Barsból, és hogy ez milyen volt az embereknek, és október 22-én, az előtte levő nap,
a globális Access Bars nap előtt Dr. Dane Hill, az Access Consciousness Stars teremtője egy Bars tanfolyamot fog facilitálni online. Ez az egyetlen, amit online tudsz végezni, és megtanulhatod, hogy kezelő legyél aznap, akár a jövőben, lehet, hogy facilitátor is szeretnél lenni, és tanítani ezeket a tanfolyamokat. Nagyon sok lehetőség van. Dr. Dane emellett a délután, 23-án facilitál egy bevezető tanfolyamot, amire mindenki meg van hívva, minden lehetséges, hogyan jutok el oda. Az egész energiája ennek a hétvégének és a Globális Access Bars napnak az, hogy minden lehetséges, válaszd, ami tetszik, az, amit élvezel, és ami inspirál téged. Köszönjük, hogy itt vagy ma velünk, és hogy kíváncsi vagy ezzel a gyengéd érintéses technikával kapcsolatban. Lehet, hogy még soha nem hallottál róla, lehet, hogy már futtatták a berreidet párszor. Nem számít, ez a nap neked teremtődött. Élvezd a következő szegmest, hogy mi az Access Bars az emberek számára világszerte. Minden lehetséges, hogyan jutok el oda? A változás valaha volt legnagyobb hétvégéje. Október 22. Globális Access Bars tanfolyam. Meghívó arra, hogy lazíts, befogadj és megterold az Access Bars-t. Egy napos tanfolyam az Access Consciousness társ teremtőjével, Dr. Dane Hill-rel. Október 23. Globális Access Bars nap. Egy ingyenes esemény, mely az Access Consciousness és az Access Bars ajándékát ünnepli. Gyere el személyesen, vagy online, vagy keres eseményeket a közeledben. Október 23. Minden lehetséges, hogyan jutok el oda? A nagy finálé Dr. Dane Hill-rel. Egy különleges tanfolyam, mely arra invitál, hogy eljuss annak tudásából, hogy többnek kell lehetségesnek lennie oda, hogy tudod, hogyan teremtsd meg. Az Access Bars egy technika, amit ajándékozhatsz is, és befogadhatsz is, ami lehetővé teszi, hogy teljesen megváltoztass minden dolgot, ami a világodban van, a fejedben megy, amit nem is tudod, hogy változtass meg. Amikor az Access-ről beszélek az embereknek, akkor úgy beszélek róla, mint a számítógép töredezettségmentesítése. Tudjátok, ott vannak a dolgok, és ezeket töredezettségmentesíteni kell. Tehát, hogyha az összes gondolatot ki tudod engedni a fejedből, és megengedni, hogy a testednek, hogy ellazuljon, a legtöbb ember így érti, hogy mi történik a számítógéppel, és akkor az agyukra is tudják ezt vonatkoztatni. Amikor így megy körbe-körbe az agyad, a meditáció nem működik, depresszió, szorongás van jelen, bármi is van számodra, ez lehetővé teszi, hogy teljesen megváltozzon, anélkül, hogy rájöjjél, hogy honnan jön a probléma, kitől kaptad, vagy bármi ilyesmi, egyszerűen csak megváltozik, mintha varázslat lenne. Én így magyaráznám el ezt a dolgot. Úgy érzem, hogy ez egy ilyen szelíd módszer. Nem kell furcsa ruhát viselned, nem kell semmi ilyesmit csinálni. Egyszerűen csak lefekszel az ágyra, ellazulsz, és ennyi. Nagyon sok ember nem is tudja, hogy mi ez, és ezt remélem a leginkább, hogy az emberek tudják majd, hogy mi az Access Bars, megismerhetik, és ez egy elsődleges módja lehet a változás teremtésének, legyen az valamiféle trauma a közösségben, vagy a családban, valamilyen tragédia, vagy akár csak a napi stressz, hogy az emberek elkezdik tudni, hogy ez egy járató út az életük megváltoztatására, pillanatról pillanatra. Én ezt kérem minden egyes nap. Tudtad? Idén havonta átlagosan 8000 ember végzett Access Bars tanfolyamot. Ez több mint 66.700 ember, aki idén eddig részt vett Bars tanfolyamon. Van tanfolyam a közeledben? Tanuld meg az Access Bars-t egy egynapos tanfolyamon. Az első alkalommal, amikor futtatták a báraimat, akkor az apám futtatta.
ő korábban megtalálta már az Access-t, és meg szerette volna tanulni a Bars-t, Indiában volt, ott nem talált senkit, aki ilyet tett volna, Maláziában hívott meg valakit, hogy megtanítsa, én akkor még nem tudtam, nem volt elképzelésem erről, nem volt referenciapontom, felfeküdtem a masszázságyra, és akkor kérdeztem, hogy mit csinálsz, és mondta, hogy fogd be, csak lazíts. És a kezelés után volt egyfajta térérzete számomra, minden így kibomlott, és a leggyönyörűbb dolog az volt, hogy nem tudtam semmit a bárról előtte. Játszottam akkor már az eszközökkel, de nem tudtam semmit a bárról, és nem is kellett, hogy tudjam, mert a bárs működött, megteremtette ezt a hatalmas teret és ellazultságot. A legfeledhetetlenebb bárszom, az első bárs kezelésem volt, a legelső. Ez az első Barston folyamon volt, és a facilitátor azt mondta nekem, hogy legrosszabb esetben olyan lesz, mint egy jó spa élmény, és az első bárs nagyon sok fájdalmam volt, nagyon fájdalmas volt, és aztán az volt a furcsa dolog, hogy még mindig tudtam, hogy ez az, amit én szeretnék. Ez nem fura? Habár kicsit fájdalmas is volt néha, még akkor is tudtam, hogy szeretnék bárs facilitátorra válni, már a második nap még mindig nem volt teljesen kényelmes, mindig kicsit ilyen hányingerem is volt, de a harmadik nap reggelére felébredtem, kinyitottam a szememet, és még mindig emlékszem, abban a pillanatban megérzékeltem egyfajta békét. Annyira elképesztő volt, annyira békés, és nagyon sok tér volt a fejemben, és mondtam, wow, mi volt ez számomra? Soha nem, vagy legalábbis nagyon rég nem éreztem így magamat, de mondom, egy pillanat. Lehet, hogy most már lehetséges. Az egyik bárs kezelés, amit soha nem fogom elfeledni, az az első kezelésem volt, amit kaptam. Ez 4 évvel ezelőtt történt, és a nővérem futtatta bárjaimat, legalább 3 órámát, nekem 10 percnek tűnt egyébként, hogy nekem utána az olyan volt, ami soha nem volt nekem még előtte, nem voltak gondolatok a fejemben, nagyon el voltam lazulva, béke, nyugalom és csend volt a világomban, és valószínűleg egész életemben ezt kerestem, mert ezután, a kezelés után mondtam, bármi is ez, ezt én szeretném az életemben örökre. Amikor először futották a bárjaimat, tanfolyamon voltam, fogalmam sem volt, hogy ez milyen lesz, hogy amikor majd futatják a bárjaimat, de már hallottam róla, és úristen, kerestem is egy kezelőt, és aztán egy tanfolyamra is meghívtak, és nagyon fincsi volt a fejem, ami általában ezerre pörög mindig, ellazult, és aztán tanfolyam után fogtam a kézikönyvemet, azok akkor még lapokból álltak, és az anyukám bárjait futottam minden egyes nap, azon a nyáron, minden egyes nap, és az anyukám is sokkal több teret és könnyedséget és ellazultságot kapott, és cserébe mindannyiunk a családban sokkal több térrel rendelkezett, és könnyedséggel és ellazultsággal, és ez abszolút csodálatos dolog volt. Imádom, azóta is, amikor a bárjaimat futtatják, szeretem az emberek bárjait futtatni, az egyik kedvenc módom arra, hogy hozzájáruljak bárkihez. Már futtatták a bárjaidat? Kicsit nyűgös vagy, vagy esetleg szomorú vagy? Kicsit elkülönülve, izolálva érzed magadat, amiért a világban történnek a dolgok? Futtasd a bárjaidat, lehet, hogy egy kicsit megváltoztatja a világodat, vagy lehet, hogy nagyon. Tudtad? Több mint 600 ezer ember végzett már Access Bars tanfolyamot világszerte. Ez azt jelenti, hogy több mint 500 000 ember van már a bolygón, aki tud Access Bars kezelést adni. Ez sokkal több béke és boldogság, amit hozzáadunk a világhoz. Te is meg tudod tanulni egy egynapos tanfolyamon.
Köszöntelek újra, és ahogy épp láttad, mindenkinek az első kezelése más volt. Nincs egy helyes vagy helytelen módja ennek, hogy az SS Bars-t adjuk, vagy befogadjuk. Minden kezelés más, minden alkalommal nincs egy bizonyos módja, hogy érezned kell magadat, vagy ahogy aminek történnie kell a kezelések után. Ez az a bársz ajándéka, nem definiálható, és mást. Mindent megteszünk itt most ezen a napon, hogy alapvetően megosszuk veled az összes különböző lehetőséget, amik elérhetőek. Az én egyik kedvenc bárszpontom, elég nehéz így választani, mert mindegyik elképesztő. Emlékszem, amikor az első bársz tanfolyamon, ugye van a videó, majd megnézzünk, ugye a krevet kreativitás, kapcsolatok teremtése, életformák teremtése, amikor nekem futtatták a bárjaimat, az futott a legjobban, és aztán egyre kreatívabb lettem, és egyre izgatottabban keltem fel minden egyes nap, legyen az a takarítás, vagy a gyerekeimmel való játék. Mi a te kedvenc bárszpontod? Dr. Dane Heer, az Access Consciousness társteremtője, Simon Bilesas, beszél az ő kedvenc bars pontjaikról, illetve úgy általában. Nézzétek akkor most ezt. So what happens when you run the bar? Amikor a bárokat futtatjuk, akkor hogyha ugye ránézzük, hogy mi a pontnak a neve, bármi is az a korlátozás a körül, azt visszacsináljuk. Tehát például van egy kedvesség, hála, béke és nyugalom. És ez vicces, mert ezt nagyon sokszor így átszaladunk rajta, hogyha ha van olyan, amit sokszor elfelejtenek, akkor ez az szokott lenni. És amikor ezt a bárszpontot futtatjuk, akkor ez elveszi a nézőpontokat, a bevett dolgokat, amiket a valóságotként teremtettél, amitől azt választod, hogy nem leszel kedvességgel magad felé és mások felé. Elveszi azt, ami nem engedi, hogy ez a gyönyörű térrel rendelkezzél, ami a hála. Elveszi azt, ami nem engedi, hogy megkapd az ajándékát annak, ami a békéből való működés. És a szépsége mindennek, hogy amikor a fix nézőpont, a polarizált nézőpont, az eltűnik, akkor egy tér marad arra, ami az a bársz pont, a kedvesség. A kedvesség tere most ott van, a hála tere most ott van, a béke és nyugalom tere most ott van, és legyen még egy, ugye a pénz bár, ami nagyon sok embert érdekel, az mi a fenét csinál, megváltoztatja a korlátozott nézőpontodat a befogadáson, mert nincs olyan dolog, hogy pénz probléma, hanem annak a problémája van, amit hajlandó vagy befogadni, vagy sem. De ezek az ítéletek, ezek a nézőpontok, amik neked vannak, amik visszatartanak téged attól, hogy befogadj egyfajta bőséget, hogy rendelkezz a bőséggel, hogy megteremtsd az életet, amire vágysz, ezek mind eltűnnek. Ezt azt gondoljuk, hogy ez a pénzt, ezt pénzként látjuk, pedig valójában ahhoz, hogy virágozzunk itt, a pénz az egyik dolog, ami nagyon sokat segít, és ez azt teszi, hogy kinyitja az ajtót, hogy többé ne utasítsd el ezt az elemét a bőségnek, amire képes vagy. Tehát mi a fene a beültetett gyűrű? Az én beültetett gyűrű arra tervezték, hogy visszacsináljon minden beültetett nézőpontot, ami korlátoz téged abban, amire igazán képes vagy. És akkor mi van? Akkor most a implantátumot a mellembe kell megszorolni? Nem. A beültetések egy fals verzióját teremtik a valóságnak. Ugye például most is nagyon sok ember teszi ki egyfajta fals valóságot, mintha az lenne. Van az energetikai sávszélességed től függ, hogy ugye elhiszed ezeket, ellenállsz nekik, reakcióba mész. Tehát, hogyha ráteszed a kezedet a beültetett gyűrűre, akkor nagyon sok dolog, ami nem igaz számodra, elkezd eloszlani az életedben. Tehát a beültetett gyűrű visszacsinálja a dolgokat, amik alapvetően nem igazak számodra, hogy el tud kezdeni befogadni az, ami igaz. És ez egy gyönyörű ajándék, és mindig javaslom az embereknek.
Ugye nagyon sok online tanfolyamot csinálok mostanában, és sokszor az emberek ugye nincsenek ott fizikailag, hogy futassak a bárokat, tedd oda, beülted egy gyűrűre a kezedet, feküdj le, lazíts és fogadj be. És lehet, hogy ez nem olyan hatékony, mint amikor valaki futatja a bárjaidat, de nagyon jó érzés, és lehetővé teszi, hogy egyfajta ellazultság érzetet legyen a testedben, és lehetővé teszi, hogy többet fogadjunk be. Azt tanítja nekünk ez a világ, hogy erőlködnünk kell, harcolnunk kell mások ellen, hogy megkapjunk valamit, de ott van a létezésnek egy teljesen más módja, amiben ellazulsz, és megengedsz magadnak, hogy befogadj, és a csodák ekkor jelennek meg. Azt mondanám, van egy pár, lehet pár kedvenc bárcpontom, mert az egyik a kedvesség, hála, békés nyugalom, szerintem ebből nincs elég az életben, és ez jó lenne. Ez ugye, hogyha futatja az ember ezt a pontot, akkor ez lehetséges, és van egy érdekes, és mindig imádom, amikor az emberek futtatják ezt nekem, ez ugye a bárc lezárása, ugye a téridő és kommunikáció, a téridő alagútjai, bocsánat, amikor így és valami nagyon királya teremt, mindegyiket szeretem, de ezek a kedvenceim a mai nap. Habár nagyon sokszor, mi van, hogyha akkor a remények és álmok pontjaimat kéne futtatnom, mert nagyon sokszor ezekből működök, ahelyett, hogy tényleg éber lennék arra, hogy mi van, és mi nincs, hogy végtelen választásom legyen. Tehát amikor futatják az ember reményekes álmok bárjait, az egy ötlet lehet. Az Access Bars facilitátorok az élet legkülönbözőbb területeiről érkeznek. Monish India, publicista, író, színész és LMBTQ aktivista. Susanna Ausztria, pszichológus, sikerlista, szerző és boldog ember. George, jazzénekes, antik ezüstgyűjtő. Keres egy egynapos Access Bars tanfolyamot a környékeden. Milyen bárst adni? Lehetővé teszi nekem, hogy ellazuljak, ajándékozzak, befogadjak, és létrehozzak egy másfajta lehetőséget, anélkül, hogy csináljak bármi különlegeset. Megengedem, hogy az energia működjön, dolgozzon, futtatom a bárokat, és az illető változásokban részesül. A bárs az egyik legnagyszerűbb módja arra, hogy kinyissa a befogadásodat. Befogadás. Az egyik célja a bárcnak, hogy megtanítsa az embereknek, hogy hogyan fogadjanak be, mert a legtöbb embert arra tanították, hogy vegyék el bármit is tudnak, és én gyerekként az emberek mindig ajándékokat adtak nekem, és akkor mindig ilyen köszönő leveleket kellett írnom nekik, és utáltam ezt. Az egyetlen dolog ezzel, hogy amikor kinyitod az ajtót az igazi befogadás előtt, akkor felismered, hogy a befogadást két irányú utca, te is kapsz, és a másik is, és mindenki jobbá válik ebben a folyamatban. Így az embereket nem tanultatták meg befogadni, és akik aztán megtanulják, egy teljesen másfajta lehetőségben részesülhetnek, ez csupán egy választás. Amikor lefekszel, és amikor semmi más nem csinálsz, csak jelen vagy, és befogadod ezt az ajándékot. Ugye a bársz azt csinálja, hogy megváltoztatja, és eltünteti a fix nézőpontjaidat, és mindig a fix nézőpontjaik azok, amik visszatartanak minket a befogadástól. Tehát, hogyha ránézel valamire, amire vágysz az életedben, ismerd fel, hogy a nézőpontot teremti a valóságodat, és az a dolog, ami visszatartja azt attól, hogy megjelenjen, az egy nézőpont, amiről nem is tudod, hogy van neked. Ez nem egy kognitív dolog. 99,99%-a a nézőpontjainknak nem kognitívak. Nem is tudjuk, hogy ezek vannak nekünk, és a bársz megváltoztatja ezeket, anélkül, hogy kognitívan ébernek kéne lenned arra, hogy mik ezek. Tehát teret teremt a fejedben, teret teremt neked, hogy befogadhass, elképesztő. A bárszal, amint az embereknek futatják a bárjaikat,
akár futatják neki kurja vagy sem, a bárok automatikusan futnak, néha automatikusan bekapcsolódnak, amikor valami történik, vagy egy probléma van, és idővel változnak, lehet, hogy 50 milliárd év kell hozzá, de változni fog. És most már kicsit többet tudtok az Access Bards-ról, és ezt az energiát is megtapasztalhattátok. Szeretnénk invitálni titeket a különböző módokra, hogy többet tudhatok meg, nagyon sok minden van. Szeretnénk, hogyha kapcsolódnátok velünk a közösségi médián, hogyha szeretitek, az Instagramon, Facebookon, van egy hivatalos Telegram csetünk is, ahol a legfrissebb híreket megkaphatjátok az Access Bars-ról, a híreket az Access Consciousness-től, és hogy mi megy a világban, és vannak tanfolyamok is folyamatosan a világ minden pontján. Évente egyszer van egy globális Access Bars tanfolyam online, egy nem sokára lesz Dr. Dane Hirrel, és 10 000 facilitátor van világszerte, tehát hogyha szeretnél találni egy tanfolyamot, vagy szeretnéd futatni a bárjaidat, egy kezelőt keresni, megtapasztalni egy kezelést, vannak ajándékozás és befogadás események is, amit nagyon sok bársz facilitátor és kezelő tart. Kaphatsz, ajándékozhatsz, találkozhatsz emberekkel, akik ezzel a furcsa eszközzel játszanak, nagyon sok minden elérhető, különböző módokon tudsz találkozni velünk, videók, közösségi média, itt az Access, Global Access Bars Day.com oldalon is, attól függően, hogy mikor nézel már minket. A közösségi média mellett többet tudhatsz meg az Access Barsról bármikor, az accessconsciousness.com/bars oldalon. Jó szórakozást a következő szegmenshez, nem sokára találkozunk. Gyere, gyere, gyere! Hellóka! Hello, gyönyörű emberként, Dr. Dane Hill vagyok, és ész, és látjátok, hogy mit csinál, futtatja a bárjaimat, a pénz ponton van, a legjobb ponton. Tehát miért? Nos, tudjátok mit? Én most először, sok-sok-sok-sok év után facilitálok egy globális bárs tanfolyamot, októberben lesz, és nagyon izgatott vagyok, és tényleg ez a technika szó szerint megmentette az életemet 22 évvel ezelőtt, amikor rátaláltam. Most öröm és szomorúság, egy kutya futtatja ezeket a bárokat, szuper! És az egynapos tanfolyam után tudni fogjátok, hogy hol vannak a pontok, és mehettek, és ezt az ajándékot megadhatjátok másoknak is. És szó szerint azt vettük észre, hogy ez csökkenti a stresszt, szorongás, és akár egy kezelés után is, most már a kreativitás pont jön, de magát is elkezdi mindjárt. Igen, elég rövid a figyelme, és ha nem tud sokáig figyelni, semmi gond. Az arc nyalogatása, általában ezt nem szoktuk javasolni, hogyha nem kutya vagy, csak hogy tudjad. Tehát szíves, sok szeretettel meginvitállak téged valamire, ami annyira gyönyörű, annyira hozzáadás lehet neked és másoknak, és nagyon könnyű megtanulni, és nagyon könnyű csinálni, és szó szerint ez megmentette az életemet, és megváltoztatta az életemet 22 évvel ezelőtt, és szeretettel látlak titeket, ésszel együtt! Globális Access Bars tanfolyam, Dr. Dane Hill, október 22. How would I describe? Hogyan írnám le az Access Bars-t? Ez valami olyan, ami őszintén szóval nagyon könnyű. Kis időbe telt, hogy felfogjam. Engem nagyon vonzottak a kérdések, a tisztítások az Access Consciousness-ben, és a Bars-szal egy kicsit úgy voltam, hogy
egy kicsit türelmetlenségem, túl türelmetlen voltam ahhoz, hogy lefeküdjek az ágyra és befogadjak, mert hogy a Bársa befogadásról szól, és úgy, és nagyon, ó, menjünk, menjünk, ilyen voltam, változtassunk a potpakolással, a tisztításokkal. Egy kis időbe telt, hogy a Bárst igazán felfogjam, és ahogy én is, és én is mondta, ugye ott nem, amikor mi tanultunk, nem volt még kézikönyv, egyszer csak meg kellett tanulnunk, és egy adott ponton emlékszem, úgy voltam, hogy úristen, ezt sosem fogom megtanulni, és ezt csak pop-pop-pop az ujjaim, hogy mentek mindenhova, és a, ahol a bárspontok voltak. Nagyon-nagyon hálás vagyok a bárszért, tényleg, és minden egyes bárpont, amit megérintesz, ugye 32 pont ez a fejen, beültetett gyűrű, remények és álmok, az egyik kedvesen pénz, kontroll, öregedés, szexualitás, szomorúság és öröm. És amikor az ember megérinti ezeket, akkor eltünteti mindent, ami a te világodban vagy, illetve aki a te bárjaidat futja, neki is. Tehát aki futtatja a bárokat, ő is ajándékot kap, miközben ajándékoz. Ez egy nagyon jó kis dolog. Tehát amikor futtatod valakinek a bárjait, és lehet, hogy a pénzt, kontrollt és éberséget futtatod, ő befogad, szó szerint egy ilyen törlésgombot nyomunk meg, hogy törlés, 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 összes gondolat, érzés, érzelemre, ami neked van a pénzről, a kontrollról és éberségről. Biztos vagyok benne, hogy senkinek sincs éberségkontroll vagy pénz dolga, és aki futtatja ezeket, nagyon sokszor, amikor valami hasonló van, akkor az hozzáállás lesz, úgy mind a kettőtöknek megnyomja a törlésgombot. Imádom, amit Geri mondott, hogy a bárs kezelések után a második legjobb dolog futtatni valakinek a bárjait. Emlékszem, egy tanfolyamon mondta, hogyha valaki idegesít téged, akkor futtasd a bárjaikat, és akkor mindenki mondta, hogy elég sok ember szeretné futtatni a bárjaimat. Ez egy ilyen vicc lett közöttünk, de tényleg sokat segít családtag, gyerekek, a szeretőd, a feleséged, férjed, barátod kért, hogy futtathass a bárjaikat. Ez létrehozza jobban önmagadat, mert te nem ez vagy. Te nem az ítélet vagy, nem a hazugság vagy, nem a korlátozások, a konklúziók. Ezt véges lénynek szoktuk hívni, mert te nem, de te nem az vagy. Ez az egy dolog, amit beszélünk az Excessben, hogy egy végtelen lény vagy. Végtelen lény vagy. És hogyha végtelen lény vagy, akkor megvan neked ez az érzéted, hogy képes vagy felfedezni minden lehetőséget, és amikor futtatják a bágyaidat, akkor ez egy hatalmas ajándék, mert az összes szarságot, ami ott a fejedben volt, azt eltűnteni, amikor frusztrált vagyok, vagy mérges vagy, ez energia van, akkor kérem, hogy futassak a bágyaimat, az egyik legnagyobb ajándék valaha. Az Access Bars teljesen megváltoztatta az életemet, nem tudom, hogy hol is kezdjem, minden más, a kapcsolatom a pénzem, a kapcsolat a testemmel, a kapcsolat az természettel, minden sokkal jobb. Mit szeretsz legjobban az Access Bars kezelések adásában? Gifting a bar session. Egy bars kezelés ajándékozása az egyik kedvenc dolgom, mert egy olyan intimitást teremt a másikkal, akinek ajándékozol, mert vannak korlátozásai, dolgok feljönnek neki, és te az ajándékozó, neked is feljönnek dolgok, esetleg ami közös is bennetek, és bármi, ami közös bennetek, az minden kettőtök számára tisztul. Voltak emberek, hogy a kezeim között, aki ú, de idegesítettek, és akkor ugye a végén is mondom, ú, ez egy tök király valaki, és sokkal nagyobb megengedésebb lett feléjük, és nekik is magam felé. Egy elképesztő ajándék. Számomra az első alkalom, amikor tudtam, hogy van kapacitásom ajándékozni bárkinek bármit, tehát nincs ilyen valami oklevél, amit meg kell szerezned, vagy egy erőr, amire fel kéne tenned. Egyszerűen csak jelen vagy valakivel, megérinted a bárspontokat a fején, és megengeded, hogy a változás megtörténjen bármint, amit ő hajlandó befogadni, és amit te vagy hajlandó befogadni. Amikor ajándékozzunk, imádom, amikor utána felül az illető, és egy teljesen más
illető ül fel. Sokszor van előtte-utána fotót szoktunk csinálni, vagy szelfit is, hogy úristen, ki vagyok én? És van ez egy teljesen másfajta tér és ellazultság az illető világában, de szó szerint látszik, ahogy az arcok életre kell, ez a szépség, az élés szépsége ki megjelenik, és ez egy hatalmas ajándék valakinek ajándékozni. Még akkor is, amikor úgy érzem, hogy kicsit ilyen furák a dolgok, hogyha én futatom valakinek a bárjait, ugye, az nekem is hozzáérlás mindig, hogy ó, mit csinálják? Ó, akkor hadd találjak egy fejet, akinek futatom a bárjait, mert ez nekem is nagyon nagy hozzáérlás, amikor futatom valakinek a bárjait. Ez elképesztő, mert ők is szabadabbak lesznek, és én is szabadabb leszek, és ahogy ők befogadnak, én is befogadok, és ezzel az energiával és térben lenni valakivel hatalmas ajándék. Nincsen olyan dolog a világon, amit adhatnénk valakinek. Ez egy annyira egyedi tapasztalat, ahol többet kapsz magadból, akár adod, akár kapod a kezelést. A legrosszabb ember a bárok futtatásában. Én voltam. Mi vagyunk a két legrosszabb ember, aki valaha bárokat futtatott. Én csináltam az energiahúzásokat az elején, és mondom, ez milyen érzés számodra, hogyha jobban húznád, akkor kihúznál engem a testedből. Á, köszi! És akkor oda mentem a lábukhoz. És most ez milyen érzés, hogyha erősebben húznád, kihúznál a testedből. Á, oké, király. Én éreztem közben bármit, és semmit. Nem tudtam, hogy mi a fenét csinálok, futtattam a bárokat, és azt gondoltam, hogy idióta vagyok, és rossz vagyok benne, béna vagyok benne, és aztán volt egy hölgy, aki visszajött hozzám, hogy el kell mondanom neked. Mit? Nos, az első kezelés után először életem során nem fájt a lábfejem. Ez jó? Igen, nagyszerű. Nem fáj, föl tudok állni, és anélkül, hogy egyből el akarnék esni, ez egy nagyszerű. Attól féltem így visszajönni, de mondom, örülök, hogy a hatodik kezelés után végre elmondtad, hogy mi volt az első után. Úristen, ez korábban is jól jött volna, de az emberek néha később adnak visszajelzést, vagy egyáltalán nem adnak, és de az sem számít, mert ez egyértelmű, hogy működik. Legyél éber, működni fog. Akár azt gondolt, hogy nem tudod, hogy mi a felét is csinált, és soha senki nem volt rosszabb ebben, mint én, kivéve én. Te nem voltál rosszabb, te jobb voltál a kezdetektől fogva, csak nem tudtad magadról. Ez a másik dolog. Van egy elképzelésed magadról is, hogy mire vagy képes, és mire nem. És el kell mondanom nektek, hogyha... De ez nem így van. Ez nem így van, hogyha azt gondoljátok, hogy ezt nem értitek, akkor sokkal többet tesztek, mint gondoljátok. Én azt hittem, hogy nem értem a bárs, nem tudom, hogy kell csinálni, nem éreztem semmit. És kiderült, hogy igenis érzékeltem, csak nem volt meg az éberségem arról, amire éber voltam. Tehát nagyon gyakori, hogy az emberek azt gondolják, hogy nem értem, vagy nem jól csinálom, de ez az egész ítélet sztori legtöbbünk számára, az egész életünkben legtöbbünk ezzel az érzettel nőtt föl, hogy nem vagyunk kompetensek. Azt mondták nekünk, hogy nem vagyunk kompetensek, és rosszá voltunk téve minden kapacitásunkért, és tökéletesen jó volt, hogyha valami problémád volt. Tehát a tény, hogy nem tudjuk azt, hogy mit csinálunk, az egyáltalán nem meglepő. Ez így van? Tehát ne engedd meg, hogy a gondolataid annak útjába álljanak, ami vagy, és amire valójában képes vagy, és amit még javasolnék, hogy legalább 10 kezelést adj magadnak, hogyha nem 20-at, legalább 10 kezelést, mielőtt megítélném magadat. Ha 10 kezelés után megítéled magadat, csináld. De titokban a 10 kezelés után igazából már nehéz lesz megítélned magadat. Egyre nehezebb lesz megítélned magadat, hogyha futatod a bárjaidat, és ebben egy olyan fajta befogadást teremtesz, és lehetőséget a világban, ami mindannyiunk számára létezik, és legtöbb ember nem is tudja, hogy ezek elérhetőek. Tudtad? Csupán egy Access Bars tanfolyam elvégzése után Access Bars kezelő leszel.
Ez azt jelenti, hogy akár elindítatod a saját Access Bars üzletedet, így még pénzt is kapsz a kezelésekért. Felkeltettük az érdeklődésedet? Keres egy egynapos Access Bars tanfolyamot. A Bars futtatása és befogadása nagyon sok váratlan helyzetet teremtett már nekem, és az egyik az volt, amikor nem friss Bars kezelő voltam, és nagyon untam az életemet. A univerzum, kérlek, mutass nekem valami más, mi más lehetséges, és egy barátom azt javasolta, hogy legyek óper, és mondom, ez egy nagyon rossz ötlet. Mégis egy profilt létrehoztam az egyik weboldalon, és egyből kontaktált velem egy család Spanyolországból. Egy olyan gyerekük voltak, akinek nagyon sok problémája volt, fogyatékossága volt, és mondtam, hogy ezt nem fogom ezt csinálni, és aztán mégis rábeszéltek egy Skype hívásra, és amint kinyílt a Skype ablak, és megláttam őket, és amikor az apukát is megláttam, mondom, a fenébe. Oké, mennem kell. Tudom, hogy mennem kell. Fogalmam sincs, hogy miért, de tudom, hogy mennem kell. Tehát ezt megtettem, és nem terveztem arról, hogy beszélek majd a Barsról, vagy az Accessről egyáltalán. Az apuka folyamatosan kérdezgetett róla, és végül sokat beszéltünk a tudatosságról, a Barsról, és minden nap kérdezett róla, tehát megtanítottam neki végül a Bars pontokat, elkezdtünk futatni egymás bárjait, és végül ő nem csak facilitátorrá vált, hanem minősített facilitátor lett az Access Consciousness-ben, és a család egész világa és élete megváltozott. Te hova tudod elvinni a Bars ajándékát, és milyen ajándék lehet ez neked is, és mindenkinek körülötted, a legváratlanabb módokon. Tudtad? Az Access Bars tanfolyamok 46 nyelven elérhetőek, az Access Bars facilitátorok által világszerte. Keress egy Access Bars facilitátort a közeledben. Több mint 10,000 Access Bars facilitátorunk van a világban, akik a lehetőségek cunamiját teremtik. Ki egy Access Bars facilitátor? A Bars facilitátor, ugye Bars tanít, ez egyik első kézzeltételes kezelés, amit megtanulunk. Ez egy gyönyörű dolog, amit érzékeltünk, hogy az emberek bárhol a világban találhatnak Bars tanfolyamokat. Tény, hogy bárhol kaphatnak facilitálást, vagy ezt megtanulhatják. Ez egy gyönyörű módja annak, hogy több békét, könnyedséget és kevesebb ítéletet hozzunk létre. Nem is tudom, hogy mit csinálnék a Bars nélkül. Azok a pillanatok, amikor azt gondolod, hogy stresszes vagy, vagy kicsit ilyen fura a hangulatot, akkor futtasd a bárjaidat. Azért hoztam létre a facilitátorokat, mert nem tudok eljutni mindenkihez, hogy fog mindenki az odaérni, aki szeretne a bárjait futatni. Ezért hoztam létre ezt a facilitátori rendszert. Így nagyszerűbb lehet a dolog, és én futtattam olyan emberek bárjait, akinek az egész élete megváltozott néhány kezelés után, és felismertem, hogy a Bars egy hatalmas ajándék, amit bárki megkaphat, bárki befogadhat. Tehát ez egy ajándék, amit megtanítottam az embereknek, és azt szerettem volna megosztani, ezért hoztam létre a facilitátorokat, hogy megtanítsák már soknak is, hogy rendelkezzenek ezzel az ajándékokkal. Ez törli a nehézségeket, a problémákat az ember világában egy pillanat alatt. A legrosszabb ember a Barsban valaha én voltam. Semmit nem tudtam az energiát érzékelni, és aztán rájöttem, hogy éber voltam az energiára, de nem tudtam ezt érezni, és aztán egyszer ez így beindult, és azóta így folyamatosan mozognak a kezeim, mint elektromosság futna bennük. Mi a következő lépés számodra? Nem mozogj, nem mozogj. Milyen hosszan maradjak itt? 6 óra? 6 óra, jó lesz.
Tehát ez sokkal bulisabb lesz így. A tudatosság egy nagyon komoly munka. Az Access Bars facilitátorok az élet legkülönbözőbb területére érkeznek. Andrea, Svédország, fotográfus, reklámfilmrendező. John, Egyesült Államok, pártfogó felügyelő, fiatalkorú bűnelkövetők utógondozása, meditáció instruktor. Isa, India, vállalati vezető a divatiparban, szerző, amatőr zongorista. Keresd egy napos Access Bars tanfolyamot a közeledben. A legkedvencebb dolog az Access Consciousness Bars-a kapcsolatban számomra az, hogy mennyire gyengéden, gyorsan és elegánsan megváltoztatja az irányt, amiből működünk, és a nagyszer, igazi nagyszerűség irányába indít el minket a világunkban. Az a domináns, ami igazán igazán igaz számunkra, a hazugságok így eltűnnek. Ami egy mellékterméknek tűnhet, az az, hogy egy olyan élet jön létre, ami működik neked, amiben úgy ébredsz föl, hogy örülsz, hogy életben vagy. Nem tudtam az életem teremtését érzékelni túl a problémákat. Most ez az egyetlen dolog, ami elérhető, és az elmúlt 2 évben ugye minden zajlott a világban, létrehoztam egy életet magam számára, amit nem mentem bele a félelembe, az elmebajba, őrületbe, ami a legtöbb ember számára nagyon is jelen volt, és a Bars megint csak megváltoztatta ezt. Az Access Bars facilitátorok az élet legkülönbözőbb területéről érkeznek. Oana, Románia, művész, közgazdász, éghajtrajongó. Dr. Seema Madan, India, nőgyógyász, meggyőségi specialista. Kimberly, Egyesült Államok, beszédnyelvpatológus, búvár, csapatanyú. Keress egy egynapos Access Bars tanfolyamot a közeledben. Hello mindenkinek! Görögországban vagyunk, hogy ünnepeljük a Bars napot. Van valami, amit szeretnénk elmondani nektek? Stájos moguce. Vaj sušno alles möglich? But you can say which language are you? Croatian. Ez horvátul. Svájci német. Tiálo ime dinaton, elinika, greek. Görögül. Que más es posible, español. Spanyolul. Rumen a bars day, Greek. Good, good. I say you want to say yes. Ma od efshari. Yom bar sameach, kol optiot ptuchot. Tia Elohim Elinaton. Yom bar sameach, shehakol yitgashem, hakol efshari. Micsoda jó kis emlékeztető, hogy milyen globális is az Access Consciousness és a Bars, és köszönjük mindenkinek, aki beküldte ezeket a videókat és fotókat, amiket megoszthatunk a világban. Lehet, hogy észrevettétek, hogy nagyon sok kutyát és állatot mutatunk. Az állatoknak nincsenek Bars pontjaik, de imádják az Access Bars energiáját. Láthatod majd különböző videókban és fotókban, és hogyha van bármilyen fotód, amit szeretnétek megosztani velünk állatokkal, vagy anélkül, akkor a közösségi médiákban használjátok a hashtag Access Bars,
illetve az Instagramon az access.bars.official-t, illetve a Facebookon, és jó szórakozást a következő szegmenshez a különböző kis teremtményekkel. Meg az Access Bars fotóidat, és fedezd fel még többet a Facebookon és az Instagramon. Az egyik dolog, ami dinamikusan megváltozott az életemben a Bars óta, hogy sokkal türelmesebbé váltam reggel, amikor a gyerekek jöttek, hogy felébresztenek korábban, úgyhogy ne ébresz föl, először kávét kell innom. És ez egyszerűen megváltozott, és ezt mindenki észrevette, nagyon vicces volt. A férjem azt mondta, hogy te, mi történt veled? Sokkal türelmesebb vagy. Igen. Ez 7 évvel ezelőtt volt. Tudtad? Az Access Bars bárhol és bárkinek adhatod. Hozd meg az Access Bars fotóidat. A videók az egyik kedvenceim szülőként, az Access Bars egy eszköz, amivel nélkül nem is tudom elképzelni, hogy éljek. Nagyon szerencsés voltam korábban, idén Brazíliában, Access tanfolyamokon voltam, és fenomenális facetátorral találkoztam Daniellával és másokkal, akik elkezdtek Access Bars kezeléseket kínálni az egyik osztály számára az iskolájukban, ahol a legtöbb viselkedés problémás gyerek volt, főleg ugye az elmúlt években a Covid, nem voltak ott az osztályteremben fizikailag, amikor meglátogathattuk őket, és ott volt, meg volt a szerencsém, hogy Dr. Dénnel az Access társteremtőjével mehettem, és többi csodás kollégánkkal, és találkozhattunk a tanárokkal, és az igazgatóval, és a szülőkkel, és a gyerekekkel, akiknek mindenféle kérdésük volt a Bársra, amikor ott voltunk, és mindenki újra és újra azt mondta, hogy ezek a gyerekeknek egy másfajta békével, boldogsággal rendelkeznek a világukban, ami korábban nem volt ott, és ez egy hatalmas elismerése volt, hogy egy ember elindított valamit, tudta, hogy mi lehetséges a helyi közösségben, és egy hatalmas dolog lett belőlem. Nagyon inspiráló tudni, hogy a változás, amit láttam, hogy lehetséges, hál' Istennek, szó szerint 10 000 facilitátorunk van világszerte, aki ezt terjeszti, és ti most itt vagytok, nézzétek ezt a videót, érdekeltiteket ez a technika, nagyon hozzáadódik mindez energiához, hogy valami más is elérhető világban. A következő klip egy dokumentum filmből van, hogyha szeretnéd az egész filmet megnézni, és többet megtudni, akkor globalaccessbarsday.com oldalon megtanálhatod az egész videót a shopunkban. Nézzetek meg ezt a klipet Ricky Williams-el, ahogy Austinban tanítja a bász gyerekeknek, és érzékeljetek bele, hogy ez mit teremthet a fiatalokkal és az iskolákban, ami teljesen más. Ricky? Gyerekei? Austin, Texas, Mary Jane Sims általános iskola.
A misszióm a világban az, hogy létrehozzak valami olyat, ami korábban nem létezett. Ez az én misszióm, a választásom. Ez azáltal, ami mi vagyunk, hogy ezt választjuk, és a gyerekek hajlandóak ezt választani. Ne üsd őket, vagy bánsd őket, hanem erősítsd meg őket, és nekem ez, amikor elkezdtem az alapozót, az elképzelés az volt, hogy akkor valami híres vagyok, és valami követendő példának kell lennem. De mondom, mi ez? A gyerekek látnak engem a tévében, hogy én amerikai focista voltam, ismerik a nevemet, de hogy a gyerekekkel lehessek, és a Ricky gyerekei, Ricky's Kids, a program neve sokkal valósabbá vált, mert most már ismernek engem. Freedom Mills vagyok. Én vagyok az igazgató ebben az iskolában, itt Austinban, Texasban, és imádom ezt az általános iskolát. Azért vagyunk itt ma, mert van egy olyan programunk itt az iskolában, hogy Ricky gyerekei, ők elképesztő dolgokat csináltak, 75-100 előadó járt már itt nálunk az elmúlt más évben. Elképesztő látni a változásokat a gyerekekkel, ahogy fölvállalják a viselkedésüket, törekszenek, hogy jobban legyenek az iskolában, és vannak mindenféle foglalkozások, amivel le tudják nyugtatni magukat, vagy a testüket, és sok minden csinálnak az iskola után. Ricky gyerekei nem biztos, hogy mindig a tökéletesen viselkednek. Ezt elég jól mondtam. Én azt próbálom ezzel, tehát nem úgy jönnek ide, hogy ez a gyerekre jöjjön, az a gyerek jöjjön, bárki is, aki szeretne jönni, ők mindenkit fogadnak, és a legnagyobb kihívással jelentő gyerekek is csatlakoznak ide. Ez nagyszerű, mert nagyon jó kapcsolatuk van a tanárokkal a suli után, amikor a Ricky's Kids-hez csatlakoznak és részt vesznek, a házit megcsinálják, mindenféle foglalkozások vannak, és ránéznek, hogy milyen napuk volt. Ez egy biztonságos tér, ahol gyerekek lehetnek. Lehet rossz napjuk volt, jó napjuk volt, és beszélgetnek, hogy jobbnak legyen holnap. És nem tudom, hogy máshol ki tudják-e fejezni az érzelmeiket, úgy, mint itt. Ezek az érzelmek jók, másokat támogatjuk stratégiággal, hogy még jobb napjaik lehessenek. Ricky olyan, mint egy gyengéd óriás. Amikor ő beszél, ő a szívéből beszél, és ezt érzem, amikor én beszélek vele. Nincs semmi színlelés, egy gyönyörű lélek. Ez az, ahogy én látom őt. A gyerekek is valószínűleg ezt érzik, mert nagyon, nagyon komfortosan érzik magukat körülötte. A szíve az aranyból van. Próbáld ki, és nézd meg, mi történik, de hogy tudjuk ezt, hogy csináljuk ezt különlegessé a többi programhoz tekintve. Terapeuta vagyok már nagyon régóta, és nagyon sok formája van a terápiának, amit az emberek választhatnak, mint terapeuta, illetve mint résztvevő, és néhányuk működik, néhányuk nem működik. Ez nem terápia, ez valami más, és nagyon hatásos, és nagyon gyors, és nagyon bullis, és nagyon könnyű az a helyzet. Nagyon sok minden van a tradicionális terápiában, ami nem rossz, hanem a nehézsége, a sűrűsége, és a jelentősége, és a mindenféle dolog valójában nekem nem működik többé. Ez egy teljesen másfajta megközelítés ehhez a terápia. A terápia arról szól, hogy segítsünk az embereknek, hogy jobban érezzék magukat, de az access eszközeinek használatával
mindezzel a sokkal inkább irányítást ad a kliens kezébe, és a kliens lesz a szakértője annak, hogy megváltoztassa azt, amit csak szeretne. Amikor gyerek voltam, nem engedték meg nekem, hogy megosszam, hogy én hogy érzem magam, hogy látom a dolgokat az anyukában, mert amikor megtettem, akkor mindig mérges lett rám, valami az én hibám lett, és ahogy aztán felnő lettem, szükség volt, hogy megosszam ezeket a dolgokat, és mindig, amikor meg akartam osztani ezeket a dolgokat, emlékeztem, hogy gyerekként mindig bajba kerültem, hogyha az érzelméről beszéltem, ezért nem is osztottam meg őket. Valami, ami segített nekem egy adott pontot, eljutottam egy olyan helyre, ahol ez nem segített nekem többé, de nem tudtam, hogy tudjam ezt elengedni. Tehát a bárs azt csinálja, hogy megszabadít ezeket a gondolatoktól, érzésektől és érzelmektől, amik nem segítenek minket már. Nem tudjátok, hogy vannak gondolatok, érzések és érzelmek, amik segítettek nektek, amikor 2 évesek voltatok, de most, hogy már idősebbek vagytok, már nem segítenek nektek. Tehát a bárs futtatásával megszabadultak ezektől a régi dolgoktól, amik már nem segítenek titeket többé. Ez nagyon király, hallottatok már az energiától, ugye? Amikor a bárst futtatok, akkor érzitek az energiát a kezetekben. Oké, először az energiahúzást fogjuk csinálni, itt az energia, mindenhol ott van körülöttünk, az energia áramlik a testünkben, néha éreztek dolgokat, amikor mozog a testekbe, főleg amikor alszotok, és akkor mi ez? Ez az energia, amikor mozog a testedben. Tehát először, hogyha van a partnered, fogod a kezedet, a feje alá teszed, a fejnek ezen a részén. Ezt a nyakszírtnek hívjuk. Találjátok most meg ezt a helyet a fejeteken? Fogjátok a másik kezeteket, és így a szemöldök közé tegyétek. Ezt fogjátok itt meg? Ezt a partnereteken csináljátok. Látjátok, ide teszem. És húzni fogom az energiát, elképzelem, hogy az energia bejön a lábfején keresztül, egészen végig a testén, a fején ki, a karjaimon keresztül, az én fejemen ki. Ez csak egy elképzelés, hogy húzzuk az energiát. Oké? És amint egy párszor kipróbáltátok, már könnyebb lesz. Amikor végeztetek, tudni fogjátok, amikor elkezdetek így unni, akkor úgy tudjátok, hogy most valami más kell utána csinálni. Fölkérhetek? Igen, egy másik önkéntest kérek, gyere! Még egyszer. Tehát energiahúzást, húzzuk az energiát. A lábán keresztül. És utána mit csinálunk? Hova megy következőre? Végig a testén, és aztán mi? Aztán ki a kezén, utána hova? A karodba, és utána, és ki a fejeden. Szuper, ez egy áramlás, oké? Mint egy folyó, vagy egy patak. Úgy képzelhettek el. Ezután oda mentek az illető lábához, és a középső ujjadat ott a puha részhez teszitek. Az ellentétes, szerintetek most honnan jön az energia? A fejébe bejön, végig a testén, ki a lábfejein, a karomba, és ki az én fejemen, oké? Következő. Igen. Igen, ki is hagyhatod, hogyha nem szeretnéd. Akkor kezedet. 3 van, ez a harmadik, az utolsó. Honnan húzom most az energiát? Honnan jön az energia? A fejéből, fejébe megy, utána a karjaiba, be az én karomba, és ki a fejeden. És ez nagyon király, mert elkezded érezni, hogy mozognak a dolgok. Érezni, hogy mi az energia. Nagyon jó. Következő. Az energiahúzás után megyünk a bárspontokra. Az elsőt úgy hívjuk, hogy beöltet egy gyűrű. Tök mindegy, hogy mi a neve. Látjátok a fülét? Hogyha megfogjátok a fületeket, a fületek mögött van egy kis kiszögel, és aztán egy ilyen kis mélyedés. Érzitek azt? Ez pont itt van. Ilyet van a kis mélyedésben, 2 vagy 3 ujjal. Oda teszed abba a mélyedésbe, pont ott, ahol az a puhábbik rész van. És mindkét oldalon ezt megcsinálod, amikor ezt megcsinálod. Elkezded érezni az energiát, tehát a bársz
különböző pontok a fejen. Tudjátok, vannak ezek az akupresszúrás pontok, ez olyasmi, de itt nem nyomjuk meg, csak gyengeden megérintjük. Actually, the bars makes you feel comfortable. A bars hatására sokkal jobban érzem magam. And sometimes you can't do them everywhere, though. But like when you have a chance to do them, you can do them, and they really. Ez ember csinálja ezt, és egyre jobban érzi magát. És tehát és megszabadulsz az energiától, amire nincs szükséged. És az energiával olyan dolgokat tudsz megcsinálni, amiről nem is gondoltad, hogy meg tudsz csinálni. Olyan, mintha újjá születnék. Ugye most így ellazult vagyok. Tegnap nagyon stresszes voltam. Az első nap, hogy egy kicsit így feszültek voltak, izgultak, szégyellősek voltak, nem tudták, hogy mire számíthatnak a gyerekek. Elég gyorsan bevelegettek, és kinyíltak, és egy nagyon biztonságos, meleg energia volt jelen a teremben. Egy szeretetteljes energia, amit nem tudok megmagyarázni, és a gyerekek érzékelték ezt, mert láttam, akik általában nagyon nehezen nyílnak meg, elkezdtek ragyogni, és hogy hé, hadd mutassam meg ezt, meg fogták a kezemet, és mutatták ezt, meg azt. Játszani hívtak, stb. Az első nap mindenki egy kicsit hozzá kellett szokjon, hogy mi zajlik itt. És aztán, ahogy láttam, hogy futtatják a bárokat, ott jelent meg az ige változást. Kis szeretett gombócokká alakultak, a ületbe akartak ülni, ott akartak lenni csendben, a térben lenni, hallgatni. Láttam, ahogy egyre inkább figyelni kezdtek a többi gyerekre, a játéknál megosztotta a dolgokat, odaadtak dolgokat egymásnak, nem volt annyi elkülönülés a fiúk és a lányok között. Nem volt semmi elvárásom, tudtam, hogy ez valami a gyerekek megerősítéséről szól, hogy segítsen nekik, hogy az a változás lehetnek, amit ők látni szeretnének a világban, és valami olyannak a részesei lehetnek, ami gyönyörű, és hogy higgyenek magukban. Tudtam, hogy ez inspiráló lesz, de nem, fogalmam sem volt, hogy mennyire nagy változás lesz ez. When you started running, amikor elkezdted futtatni a bárokat, hány éves voltál? 111? Nem, viccelek. Most 77 vagyok. Azt gondoltam, hogy 90 éves vagy. What does bars mean? Mit jelent a bars? A bar az olyan, mint egy vonal, ami végigfut a fejeden, az összes gondolat, amit valaha hallottál, vagy gondoltál, ami nem a tied, ott ilyen sáv, ami ott tárolódik mindez. Én szeretem a bárst, én is szeretem a bárokat. Az egyik kedvenc dolog a világon számomra. Ellazít engem, és boldoggá tesz. És teljesen rendben van, hogyha boldogak vagytok, amikor mások nem azok. Csak csináld úgy, mint csináljuk, mint a sírnál. Fate finta di piangere. How come you discovered that? Hogy
fedezted fel, hogy a bars ellazító dolog. Ez így, egyszer csak így megjelent nekem, megcsináltam, és ez volt. Volt már olyan, hogy kértél egy ajándékot, hogy megjelenjen az életedben, amikor az ember ezt teszi, akkor megjelenik. Néha nem tudjuk honnan, mindig kérni kell. Kérj, és megadatik. Nehéz volt ezeket kitalálni? Nem volt nehéz. Az volt nehéz, hogy az embereket rávegyem, hogy próbálják ki, de amikor már kipróbálták, akkor mindenkinek nagyon tetszett. Az a legjobb dolog a bárban, hogy nincs benned több félelem, lehetségessé teszi számodra, hogy azt tedd, amit tenned kell. Úgy érzem, mint hogyha repülnék, aztán kicsit elhalványulva. Igen, én is úgy érzem, de még repülőre kell szállnom, még nem tudom, hogy kell elég gyorsan mozgatni a karomat ahhoz, hogy repülni tudjak. Úgy érzem, mintha aludnék, a felhőkön aludnék. Úgy érzem, utána, hogy nincsenek rossz gondolataim, csak jó dolgok. Igen, mert a rossz gondolatok másokhoz tartoznak, nem hozzád. Gondolatolvasó vagy, tehát hogyha egy rossz gondolatot szedsz össze, kérdezd meg, hogy ez a tied-e. Az utolsó. Úgy érzem, hogy úgy megyek vissza az órára, mint hogyha nyaralni lettem volna. Igen, ez az a legjobb nyaralás. Több millió ember futtatja már a bárokat világszerte. Köszönhetően egy embernek. Az egyetlen dolog, amit szeretném, hogyha felfognátok, hogy lehet, hogy ti vagytok az egy ember, aki elkezd valamit, és megváltoztatja vele a világot. További információkért látogasson az accessconsciousness.com/bars oldalra. Az egyik oka annak, amiért imádom ezt a legutóbbi videót, az az, hogy mennyire lelkesek voltak a gyerekek, hogy hé, egy ember, egy ötlet, ami most ott van mindenhol a világon, és az Access egyik jelmondata az, hogy megerősítsen téged abban, hogy tud, hogy tudod, és mit tudsz te, milyen elképzeléseid vannak, ötleteid vannak neked, amik meg tudják változtatni a világot. Nagyon gyakran látunk valamit a jelenlegi formájában, mondjuk Access Consciousness jelenleg 175 országban van jelen, több millió ember ismeri már a bars, 5000 ember volt már Access tanfolyamon. Ez egy globális mozgalom, ami Gary Douglas-szel indult, hogy elkezdte tanítani az első tanfolyamot a négy emberrel a Nappaliában tartva. Mindennek van eredet története, a pókember, és ahogy indult, és egy kis pókharapással kezdődött, amiből aztán most már egy szuperhősünk van, tehát, hogy még az Access eredete, honnan jön, hogy kezdődött el az Access, és a Bars, hogy kezdődött elterjedni a világban. Valami? Ami hatalmas, jó dolog látni az én nézőpontomból, hogy a mostohapámat, az apámat, az nem én vagyok. Hogyha valaki nem tudta volna, csak hogy elkezdett valamit, minden nehézség ellenére, mindenki azt mondta, hogy rossz vagy, senki nem értette. Emlékszem, az első bars tanfolyam a garázsunkban volt, 2-3 ember volt. 4 ember volt, amit átalakítottunk egy ilyen nappalivá, tehát hogyha azt gondolod, hogy nem tudsz megteremteni valamit, akkor nézd rá erre. És köszönöm, hogy nem adtad fel. Én is szeretném megköszönni neked, hogy nem adtad fel. This event brings me to tears. Ez tényleg könnyeket csel a szemembe. Az évek után. Az összes dolog, amin végig kellett menned, és amit mennem, és amit tapasztaltam. És ez szükségese, hogy menjek tovább, akár hittek bennek, akár nem. Amikor eljut az ember arra a pontra,
amikor felismered az ajándékot, aki te vagy, és akkor visszajelzést is adnak neked erről. Honnan indult ez az egész? Az amerikai álom. Gyakran azt gondoljuk, hogy az alulról kezdve kell dolgoznunk a tetejéig, de nagyon sokszor azt mondják, hogy a legrosszabb helyzet nem mindig a pénzügyi helyzet, hanem inkább a mentális és érzelmi helyzetünk. Érdekes gyerekkorom volt, nagyon szegény környezetben nőttem föl. Egy családdal éltünk együtt az anyukámmal, mert nem volt semmi pénzünk, tehát ilyen a gettó részében éltünk a városnak, és alapvetően mi voltunk az egyetlen fehér arcok messze a környéken, és ahogy felnőttem, rájöttem, hogy nem a szexuális orientációnk vagy a bőrszínünk tesz mássá, hanem ami mi belül vagyunk, és választhatjuk, hogy az a nagyszerűség leszünk, ami vagyunk, hogy kedvesek leszünk, tehát van választásunk, a többi feltétel nem számít. Nagyon sok bántalmazást, fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazást tapasztaltam felcseperedvén, és még ezeknek közepén is azt gondoltam, hogy ennek nem kell így lennie, ahogy el tudjátok képzelni, ez a tapasztalás létrehozott bizonyos nézőpontokat, bizonyos korlátozásokat az életemben, de még mindig érzékeltem a reményt. A remény segít nekünk kitartani a legnehezebb időkben, és ez motiváció lehet gyerekként, és sokszor aztán felnőként azzá válunk, amivel leginkább küzdöttünk. 30 éves koromra olyanná váltam, és mindenki körülöttem azt mondta, hogy milyen tökéletes az életem. Kiropraktor lettem, mert szerettem volna csodákat teremteni az emberek életében. Volt barátnőm, Santa Barbarában éltem, ebben a gyönyörű paradicsomban, és belül pedig haldokoltam, boldogtalan voltam, addigra már nagyjából 3 éve, és végül elegem lett, és a 30 évem során először feladtam a reményt, hogy megteremtsem azt a jövőt, amiről azt gondoltam, hogy lehetséges, és tudtam, hogy lehetséges, és ezen a ponton kitűztem egy napot, hogy véget vettek az életemnek. Menj, legyél készen az extrém megből menjél el, de ezek az extrémek néha teljesen új kezdetet jelentenek. Emlékszem, egyszer megkérdezték tőlem, hogy mi akarsz lenni, amikor felnőszt, és mondtam, hogy boldog, orvos, ügyvéd, és mondtam, hogy boldog szeretnék lenni, mert nem érdekelt, hogy fog ez kinézni, csak boldog szerettem volna lenni. És ezen a ponton az életemben 30 évesen mondtam, hogy ez soha nem fog megtörténni, oké, akkor nem akarok itt lenni több, még kitűztem a öngyilkosságom napját 6 hónappal később, és aztán találkoztam az SS Consciousness-szel, ezt egy kicsik a kis hirdetést láttam az újságban, amire azt mondta, hogy Access az életben minden könnyedén örömmel ragyogva árad felém. És ahogy el tudjátok képzelni, nagyon örültem, illetve hát nem örültem, utáltam azt az illetőt, aki beírta ezt az újságba, mert az életem szenvedés volt, és küszködés, és nehézséget, de akkor még, már akkor is tudtam, hogy hogyha szeretek valamit, hogy utálok valamit, van valami. Nem volt már vesztenivalója Dénynek, ezért egy döntést hozott, ami nem csak az életét változtatta meg, hanem szó szerint megmentette azt. Tehát egy kezelést kaptam, amit az Access Consciousness Barsnak hívunk, ez egy csodálatos dolog, ahol valaki ráteszi a fejedre a kezeit, egy óra, vagy egy másfél órán át, és ez a depressziót és a szorongás akár már egy kezelés 80%-kal csökkenteni tudja. Én úgy mentem oda, hogy depressziós voltam, szorongtam, öngyilkossági hajlamomval, és 1 óra 15 perc múlva örömmel, hálával és békével a szívemmel keltem föl, és emlékszem, utána felnéztem az égre, és azt gondoltam, hogy ez mindig ennyire gyönyörű volt. Ilyen életben lenni? Ha igen, akkor benne vagyok. Elkezdtem hetente ilyen kezeléseket kapni, és pár hónappal később találkoztam az alapítójával, ő jött el hozzám egy kiropraktor kezelésre, nagyon gyorsan barátok lettünk. Tudjátok, az, amikor látsz valakit, és egyből barátok lesznek. Mi elkezdtünk beszélni, elkezdtünk rájönni, hogy vannak módjai, hogy megváltoztassunk dolgokat, amit még soha senki nem fedezett fel, és ez lett az utazás, amire mi elindultunk. Pár hónapon belül elkezdtem az Access-nek dolgozni,
és amikor én kezdtem, akkor az USA-ban, Ausztráliában és Új-Zélandon voltunk, két facilitátorunk volt, most 176 országban vagyunk, és 30 ezer facilitátorunk van különböző szinten a világon. Az elmúlt 20 évben ez tényleg egy szerencsegyerek volt. És az Access Consciousness vágya, hogy megerősítse az embereket, hogy tudják, hogy tudnak, és hogy inspirálja, hogy felismerjék, hogy bármit meg tudnak változtatni az életükben. Több ezer órányi anyag elérhető, amiben az emberek meg tudják kapni az eszközöket, mindenféle dolgokat, az élet minden területét. Több százezer e-mailt kapunk emberektől, akik köszönetet mondanak az eszközökért, amit mi átadunk, és a legelképesztőbb ajándék az, hogy látjuk, hogy ez már működik az embereknek. Az egy dolog, hogy nekem működik, és de nagyon sok emberrel találkoztam már, akik dolgoznak ezekkel, és működik nekik. Ugye az Access Consciousness emlékeztet arra, hogy a siker nem a kemény munkáról szól, hanem ebben a világban, amit magunkba fektetünk, és másokba fektetünk. Köszöntelek titeket előre, remélhetőleg élveztétek ezeket az elképesztő történeteket az Access kezdeteiről, és hogyha szeretnétek többet tudni, több órányi, ezer órányi anyagunk van, amiket hallgathattok, olvashatok könyveket az Access Consciousness kiadója által, egy nagyszerű kezdet lehet a tudatosság turnéja Access Dr. Dane Hirrel, amit YouTube-on is megnézhettek, vagy fel is iratkozhattok, és mindenféle módokon tudtok velünk kapcsolódni a Globális Access Bars Day oldalán, és mindenféle linkeket találhattok további anyagokhoz, hogy felfedezzétek a dolgokat, és nézzetek rá a weboldalra. Ez egy fantasztikus gyűjtőhelye az összes dolognak, ami van nekünk, ahol mélyére mehetnek mindennek, ami lehetséges az Access-szel. Egy másik lehetőség az az, hogy felfedezzel egy Access Bars tanfolyamot, akár voltál már tanfolyamon, vagy még nem voltál. Egy nap alatt két kezelést adsz, kettőt kapsz, és kezelővé válsz a nap végére. Mindenhol vannak facilitátorok a világon. Lesz egy globális online Bars tanfolyam Dr. Dane-en nem sokára. Ezeket az információkat az access.com/bars oldalon találod meg. Le tudod szűkíteni a keresést országokra, régiókra, találhatsz valakit a közeledben, és kapcsolatban is tudsz lépni az emberekkel. Elképesztő hálózata van az embereknek a világszerte, és ahogy ezek a magok itt elültetődtek világszerte, és hogyha most vagy a jövőben, hogyha érdekel több, az Access Bars facilitátorok azok, akik ezt tanítják, BFF-nek hívjuk. A facilitátor egyébként az, aki könnyedséget hoz, és ahogy már hallottál erről, hogy beszéltek róla az emberek, ugye a tanfolyam arról szól, hogy több befogadásod és könnyedséget legyen a következő szegmensben. Néhány videót láthatsz a facilitálásról, az Access Consciousness eszközeivel és a bárszal. Mi az Access Bars tanfolyamok facilitálásának ajándéka? Egy Access Bars tanfolyamon láthatod, hogy az emberek életre kelnek, úgy, ahogy nem is tudták, hogy lehetséges, életre kelnek, ellazulnak, és elkezdenek hozzáférni ehhez a térhez, amik ők lehetnek más embereknek és a világnak, amiről nem is tudták, hogy elérhető, ami teljes könnyedség, és természetesen ez egyik dolog, amit imádok a Bars tanfolyamok facilitálásában, hogy az emberek oda jönnek úgy, amilyenek ők, minden dologgal a világokban, a nagyszerű dolgok, a rossz dolgok, a csúf dolgok, és nem számít. És az én dolgom az, hogy megengedéssel legyek feléjük, és megmutassam nekik ezt a technikát, és a nap folyamán hihetetlen látni, ahogy az emberek ajándékoznak, és befogadják a bárst kétszer, hogy mennyi minden változik és alakul át az ő világaikban. Általában a dolgok,
amik nagyon intenzívek a tanfolyam reggelén, a délutára már nem is léteznek. Párszfatritárt adnak lenni, nagyon érdekes, és jöttem el, hogy nem, én ezt nem fogom választani, és nagyon bulis volt ez a tér lenni, teremteni mindenkivel, és ezt megosztani, és látni, hogy valaki felfekszik a masszázságyra, és hogy nem tudom miért, és egyszer csak az egész világuk megváltozik. Az egyik dolog, amit imádok ebben, hogy ez varázslat mozgásban. Szeretem látni az embereket, ahogy felfedezik, hogy ez működik, hogy a dolgok lehetnek teljesen mások, mint ahogy korábban esetleg gondolták számomra. Ez arról szól, hogy kinyissuk a teret az embereknek, hogy legyen egy eszköztáruk, amit minden nap tudnak használni, amik működnek, és hozzáállás tudok lenni nekik és az embereknek, akiket ők kedvelnek, és ez egy ajándék, ami a bársz, amit másoknak is adhatnak, ez tényleg így kinyílik számomra és számukra is, ami elképesztő. Egy bárs tanfolyamon felfedezheted, tehát felfedezheted azt, amit tudsz, amit nem tudtál, hogy tudod, de valahol tudtad, hogy tudsz valamit, felfedezheted a kapacitásodat, hogy segíts embereknek megváltoztatni dolgokat, és felfedezheted a lehetőségeket, és mindenféle egyéb dolgokat, amik kinyílnek minden egyes nap, minden tanfolyam más, és nagyon sokat facilitáltam, nagyon sokan részt vettem, és minden tanfolyam más, és mindegyik többet ad magamból. Én voltam az első bársz facilitátor, és igazán senki nem volt olyan rossz, mint én voltam. Geri az eredeti első bársz facilitátor. Mindenki érzékelte az energiát, én nem. Fogalmam sem volt, hogy mi zajlik, így... És egyszer csak egy nap a kezeim így bekapcsolódtak, és érzékeltem az energiát és a meleget, mint soha előtt, és mondom, mi a fene ez? És elkezdtem felismerni, hogy oké, valamit van, valamit zajlik. Először azt gondoltam, hogy ez hülyeség. Lehet, hogy a fehér köpenyes emberkék most már jöhetnek értem, mert megbolondultam. És nagyon hálás vagyok az első emberekért, akik eljöttek, mert visszajelzést adtak nekem, és bemutatták nekem, hogy ez hogy mutatott meg, hogy változott meg számukra a dolgokat. És hogy valami tényleg történt. Mert én nem tudtam érezni. Én nem tudom, hogy sok ember a világban képes-e érteni, hogy milyen legelsőnek lenni valamiben, olyat csinálva, amit senki más nem ért, amit lehet, hogy még te sem érzékelsz, nem érzed. Én, ez hogy történhet, mi történik itt? De a nagyszerű hír az volt, hogy kérdésben voltam, hogy oké, mi történik, mert semmit nem érzek, úgyhogy biztos semmi nem történik, ami nem volt igaz. Mindenféle dolgok történtek. Igen, te voltál az első abban is, hogy felismerted, hogy nem az érzésről, hogy érez, nem arról szól a dolog. Ez nem arról szól, hogy érez, hanem hogy csináld, és hogy most mindenhol a világon vannak emberek, akik ezt a bárzt csinálják, és hatalmas változásokat hoznak létre. Van egy hölgy, aki eljött egy bárzt tanfolyamra, megtanulta a bárzt, elkezdte futtatni $65 per kezelés, és soha nem jött vissza semmire, mert annyi pénzt keresett a bárc kezelésekkel. Mondtam, hogy oké, nem pontosan így gondoltam, hogy lesz, de ez is rendben van. Az én nézőpontom az, hogy az emberek jönnek, megkapják, amit akarnak, aztán elmennek. Ez nem egy szekta. Nagyon rossz szekta lennénk egyébként, mert szektaként a válaszokkal kell rendelkezned, és meg kell mondani az embereknek, hogy hogy éljenek, de én nem vagyok ebben jó. Az saját életemet sem tudom rendesen kezelni, nem hogy valaki másét, de jobb életem van nagyon sok embernél, és hálás vagyok a bársz ajándékáért, és az excess ajándékáért, és az ajándékért, ami én lehetek másoknak, és tudom, hogy Déri is így van vele, mert ő ajándék folyamatosan. Mindig ajándék nekem, az biztos. És nagyon sok embernek is az. Egy-két ember azért még van nekik, aki azt gondolja, hogy talán hogy csodálatos is. Tudtad? Az, hogy bársz facilitátor legyél, és hogy Access Bársz tanfolyamokat tarts,
olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tudj meg többet az Access Bars facilitáltára válásról három egyszerű lépésben. Az Access Bars facilitátorok az élet legkülönbözőbb területéről érkeznek. Daniel, Svédország énekes, dalszerző, magánének tanár. David, Ausztria, nemzetközi ügyvéd, lovas. Ashley, Ausztrália, szakképzett ápoló, állatbarát. Keresd az egynapos Access Bars tanfolyamot a közeledben. Ashley Rose vagyok, Access Consciousness Bars facilitátor vagyok, és Access Consciousness minősített facilitátor vagyok, és a Sunshine Coaston élek, Queenslandben, Ausztráliában. A Bars-t 3,5 évvel ezelőtt ismertem meg, 2018 áprilisában. Szorongtam, depressziós voltam, addigra már 10 éve foglalkoztam, voltam kurzusokon, mindenféle önfejlesztő programokon, és eldöntöttem, hogy biztos nagyon nagy a baj velem, és azt gondoltam, hogy nem fognak soha megváltozni a dolgaim, és 2018 áprilisában a kinezológusom adott nekem egy Access Bars tanfolyamot, és mondom, kezelést, és mondom, hallottál már erről? És mondom, nem hallottam, mi ez? Azt mondta, ez a dolog, ami kitisztítja a dolgokat a fejedből, mondom, semmi nem működött ezelőtt, és igazából valamennyire egy el is akartam utasítani ezt az opciót, mert eldöntöttem, hogy soha semmi nem fog nekem működni, és azt mondtam, hogy tudod mit? Oké, ez könnyű, akkor próbáljuk meg. És megtanultam az Access Bars-t, az egy egynapos tanfolyamot, amikor az első kezelésem volt részvevőként, mert ugye a tanfolyamon ugye adsz is, és kapsz is, a kezelés után felkeltem a masszázságyról, és teljesen tiszta volt a fejem. És szinte hallottam őt, és annyi terem volt, és mondom, Úristen, mi ez? Nem kell nekem több ennél, és onnantól kezdve elkezdtem az utazásomat az Access Bars-szal, és az Access Consciousness-szel, és az én megkövetelésem az volt, hogy mindenki az egész világon ismeri az Access Bars-t, és itt kezdtem el ezt az egészet. Az elmúlt 2 évben facilitáltam nagyon sok különböző Access tanfolyamot, de a Bars mindig az a dolog volt, ami nagyon izgatottá tesz, hogy felkeljek reggel. Itt indult az én utazásom augusztusban, 2021-ben. Egy barátommal összeálltunk, és azt mondta, hogy szeretném ezt a világnak megmutatni, mi lehetünk és mit tehetünk, hogy az emberek ismernék ezt, akkor meg lenne az opciójuk, hogy választanak, és tudják, hogy ez létezik. Tehát nagyon gyorsan, 2 hét alatt, volt egy 2 hetünk, nagyon a következő tanfolyamaig, mi van, hogyha bérelnénk egy autót, és elindulnánk a régiónkban, és megjelennénk városokban, és elkezdenék beszélgetni az emberekkel az üzletekben, az utcán. Elkezdtünk, kibéreltünk egy kis furgont, 2 nap alatt összeraktunk mindent, és elindultunk. Emlékszem, mentünk, és akkor ilyen filmeztünk is, és izgatottak voltunk király zenével, és mondtam egy Sarának, hogy mi a fenét csinálom? Ezt soha nem csináltam még ilyet. Megy ez nekünk, mennyi buliban lehet részünk, és ha csak egy ember életét változtatjuk meg, ha csak egy embernek mutatjuk meg az utazás alatt a Bars, akkor siker volt. Elindultunk ezen a 10 napos utazáson, 2,5 ezer kilométert vezettünk, mindenhova Queenslanden, sokszor nagyon koszos utakon, nem sok mindent láttunk, és elmentünk ezekre a helyekre, és elkezdtünk szörlapokat osztogatni,
bementünk az üzletekbe, és tudattuk velük, hogy hé, van ez a dolog, itt az öngyilkosság éberség hónapja van, és ingyenes kezeléseket adunk. Ma délután gyertek el, hogyha elérhetőek vagytok, hogyha könnyű nektek, gyertek. Ezt csináltunk minden nap 10 napig. Amikor először elkezdtem az Access, az egyik dolog, amit felfedeztem, hogy az egész életemben mindenféle módosításokba mentem, hogy megtaláljam a választ. Tudtam, hogy kell lennie egy válasznak valahol, de tévedtem. Egy kérdésnek kell lennie mindenütt. Kérdések és válaszok. Amikor kérdésbe mész, az történik, hogy az emberek mindig tudják. Nagyon sokszor kérdeztem az embereket, hogy mit tudsz erről, és akkor bla, és mondom, ezt honnan tudtad? Nem tudom, csak egyszerűen tudom. De volt tapasztalatom már azzal, ugye főiskolán voltam, és volt egy professzorom, aki angol professzor volt, és minden évben elment Görögországba, hogy utazgasson, és elment Görögországba, és visszajött, megmutatta a fényképeit, és mondta, hogy ez ilyen és olyan templom, és mondom, nem az. Honnan tudom, hogy ez nem az? Jaj, bocsánat, rosszul mondtam, ez az és az a templom. És mondom, ó, ezt tudtam. Tudtam, hogy ő tévedett, vagy hát rossz volt, amit mondott, és akkor elkezdtem felismerni, hogy nagyon sokszor volt az életemben, amikor tudtam, amikor valaki mondott valamit, és az nem volt pontos. Honnan tudtam, hogy nem volt pontos? Nem tudtam, hogy honnan tudtam, de tudtam. Tehát elkezdtem felismerni, hogy mindenkinek megvan a képessége, hogy tudjon, hogyha választjuk azt, válaszolnunk kell azt. És ezre bízhatjuk az embereket az Access-ben, hogy tegyenek fel egy kérdést, ami lehetővé teszi, hogy azt válasszák, amit tudnak. A gyönyörű dolog a kérdések feltevésével, és hogyha ez az, amiből mi működünk, az az, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáférjünk ahhoz, amit tudunk, amiről nem, kognitívan nem tudunk, de hozzáférjünk a lehetőségekhez is, mert mintha ezek a lehetőségek ilyen ajtók mögött lennének, és az ajtó nem nyílik ki addig, amíg nem teszel fel egy kérdést, és akkor azon az ajtón keresztül hozzá tudsz férni ehhez. Amint ezt elkezded, amin elkezdesz feltenni egy kérdést, valami más a kapcsolatban, amit szeretnél, az van, hogy ez az egész elkezd megadni az éberséget, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt megteremtsd, és hogy elindulsz oda, hogy ezt aktualizáljad. A kérdés az egyik nagyobb ajándék, amit adhatsz magadnak, és lehetsz magadnak. Ugye mi más lehetséges, amit még soha nem vettem fontolóra. Köszöntelek újra a 10. Globális Access Bars napon. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Imádom ezeket a videókat, és az egyik alap része az Access Consciousness-nek az, hogy kérdésként létezünk, és az utolsó videó, amiben Gary Douglas és Dane Hill beszélt arról, hogy a kérdések megerősítenek, a válaszok elerőtlenítenek. Az emberek az Access Consciousness eszközeit a kérdések által fedezik fel az élet minden területéről, facilitátorok, kezelők, és akik csak kíváncsiak, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy feltettétek a kérdést, hogy mi más lehetséges. Idén a Globális Access Bars nap része egy egész hétvégének, amit a változás eddigi legnagyobb hétvégének neveztünk, ahol a téma, a fő vonalunk az, hogy bármi lehetséges, hogyan jutsz el oda, mit szeretnél felfedezni. Ez a Globális Access Bars tanfolyam, ami egy egyszeri,
Ugye például most Dr. Dane facilitálja idén, ami az online is csatlakozhatsz, bárhonnan a világban, partnerral vagy anélkül, és mindenkit biztatunk, hogy csatlakozzon, és Dr. Dane csinál egy bevezető tanfolyamot, amire bárki eljöhet, aminek az a neve, hogy minden lehetséges, ugye, hallottátok a történetét, hogy ahol olyan helyen volt, ahol semmit nem látott lehetségesnek, és véget akart vetni az életének, és egy bászkezeléssel, majd az eszközök felfedezésével minden kinyílt, és elkezdett lehetségesé válni. Erre imitálunk titeket. Tehát ez lesz ezen a hétvégén, a 10. Globális Access Bars napon. Beszéltünk az Access eredetéről, hogy ez hogy kezdődött. Itt egy kis betekintés az Access Consciousness jövőjébe és az Access Barszélba. Jó szórakozást! Hello, gyönyörű emberként! Dr. Dane here vagyok, és lesz egy bulis dolog, ami jött. Minden lehetséges, hogyan jutok el oda? Ez egy 2 órás, lehet, hogy 3 órás tanfolyam, attól függően, hogy mennyi buliban beszélünk, és mikhez jutunk el. Ez tényleg arról szól, hogy felfedezzük ezt a témát és ezt a lehetőséget. 22 évvel ezelőtt egy olyan helyen voltam, ahol annyira depressziós voltam, hogy szerettem volna menni innen, és aztán találkoztam az Access-szel, és egy kezelés után megváltozott minden, Access Consciousness Spars kezelés után. A kezelés alatt Shannon O'Hara, aki adta nekem ezt a kezelést, adott nekem néhány eszközt, egy eszköz minden hétre, pontosabban, egyszer minden héten találkoztunk, és mindig adott nekem egy eszközt, amit használhatok. Ezek az eszközök, amiket elkezdtem használni, elkezdték megváltoztatni az egész életemet, az egész valóságomat, és eljutottam egy helyre, ahol felismertem, hogy minden igazán lehetséges, és ugye nem tudtok semmit rólam, akkor megvan az a szerencsém, hogy utazgatok a világban, és átadom ezeket az eszközöket az embereknek, és Houstonban lesz ez a tanfolyam, ahova szeretnélek meghívni, hogy gyere el, akár online, akár személyesen. És amit itt átveszünk, az remélhetőleg olyasmi lesz, ami inspirál téged, hogy tud, hogy több lehetséges, és ennek az életbevágóan fontos része az egyik, hogy tud, hogy vannak lehetőségek, és hogy meglegyenek az eszközeit, hogy elindulj ebbe az irányba. És az a helyzet, bocsánat, remek a kezem, ez a selfie bot nem segít, nincs rajta az a rész, amitől tudom tartani a telefont, de mindegy. Az egyik dolog ezzel kapcsolatban az, hogyha tudjátok, hogy valami más lehetséges, ez egy dolog, ez egy elképesztő kezdet, vagy kezdésnek, de az egyik dolog, amit sok ember gondol, hogy mindennek meg kell változnia, mielőtt boldogok lehetnének, de azt vettem észre, hogy ennek nem kell így lennie, csupán annyi kell, hogy te elkezdesz egy másfajta érzettel rendelkezni egy területén a lehetőségeknek, és ez elindítja az egész folyamatot, mert amikor elkezded felismerni, hogy ez az egy terület megváltozhat, ez az egy terület nagyszerűbb lehet, az inspirál téged, hogy megváltoztad az összes többi terület, amiről azt gondoltad, hogy nem tudod őket sem megváltoztatni. Hajlamosak vagyunk egyébként így összegyúrni dolgokat, hogyha ez a terület nem működik, és akkor az a terület, blablabla, és akkor beragadva érezzük magunkat, tehát ez arról szól, nem csak arról szól, hogy kiszedjük magunkat a beragadtságból, hanem hogy elinduljunk a lehetőségek felé vezető úton a lehető leggyorsabb módon. Tehát ez a te meghívót Houstonba, vagy online is csinálhatod. Lesz egy egész csapatunk van, hogy szinte úgy érez magadat, mint hogyha ott lennél, októberben lesz. Nagyon várom, hogy találkozzak veled, mivel hogyha te igazán önmagadként létezve a lehetőségek érzetével mindenben, az ajándék, a változás és a lehetőség, amire ennek a világnak szüksége van. Te az vagy, gyönyörű barátom, köszönöm, hogy vagy, alig várom, hogy ott találkozzunk. Sziasztok! Az Access Consciousness jövője. Az Access Consciousness jövője az én szerintem 176 országban vagyunk jelenleg. Hirdettünk ezekben az országokban? Nem. Az emberek valahol ezt megtalálják? Igen. Tudjuk, hogyan? Nem. Fogalmam sincs. De mindenhonnan érkeznek, megtalálnak minket, és ez egy csodája annak, hogy az emberek felismerik,
hogy megerősítve kell lennenek, tudniuk kell, hogy tudnak, és hogy hajlandónak kell lenniük, hallgatni arra, mire ők éberek, és nem bevenni azt, amit a világ többi része harsog, és hogy felismerjék, hogy ez valójában tényleg létezik, és az Access az egy olyan hely, ahol megtalálhatnak valaki olyat, aki megerősíti őket, hogy tudják, amit tudnak, és hogy kövessék a saját tudásukat. Nagyon sok ember van, aki felébred arra az éberségre, hogy amit magunk körül látunk valóságként, az nem minden, ami létezhet, és nem csak ennyinek kell lennie. És nagyon sok változása van jelenleg a világunkban, az emberek elkezdik felismerni, hogy a status quo nem működik, tehát keresnek valami más. Nem működik? Ó, ezt nem tudtad? A status quo nem működik. Úristen, tudom. És most akkor mi lesz? Tudom. Hogy tudok ugyanott maradni, és legyek rendben ezzel. Ó, hál' Istennek, az agyam még megvan. Ez a felfedezésről szól, annak, hogy mi más lehetséges túl a régi valóságokon és a régi módokon, ahogy tettük a dolgokat, mi más lehetséges, ami működik neked, és működik nekünk, mint a bolygó, és működik nekünk, mint egy világ tele emberekkel, és a tudatosság és az egység szinoním. Van egy definíciónk a tudatosságra, az Access Consciousness-nek, ahol minden és mindenki létezik, és senki és semmi nincs megítélve. És nagyon sok ember, aki igazán vágyik erre, és látják ugye a harcot és az elkülönülést, és a szorongást, ami megy a világban, és a haragot, a dühöt, a neheztelést, a kiborulást, és valami mást keresnek, és ami elbűvöl engem, hogy a legutóbbi tanfolyamot facilitáltam, 53 országból voltak jelen, 53 országból voltak ott jelen, és nem számított, hogy miről beszéltünk éppen, éreztem, hogy befogadják ezek az embereket. Nem volt elkülönülés a szín, vallás, faj, szexuális orientáció, vagy bármi más alapján. Ez az egységről szólt, arról, hogy mi együtt haladunk előre valami nagyszerűbb felé, és a lehetőségek, és ez a helyzet, amit mi kérünk, hogy az emberek képesek legyenek lehetőségekből érni korlátozások helyett, hogy úgy érezzék, hogy ők nem tudják. Kérdezz az, hogy tudjuk ezt megcsinálni, nem az, hogy hogyan nem tudjuk ezt megcsinálni, hogy tudjuk ezt megváltoztatni, mi lehetséges valójában, és a világnak meg kell változnia, és ezt mi mindannyian tudjuk, tehát rendelkezzünk a változással, a tudatossággal, ami mindent magába foglal, és semmit nem ítél meg. Ez egy teljesen másfajta lehetőség. Szerintem mi ezt teremtjük, és szerintem erre tart az Access. És amit mi látunk, és szeretnénk többet látni belőle, az egy mozgalom a lehetetlenből a lehetségesbe. És hajlandó vagyok átölelni a lehetőségeket, ahelyett, hogy beragadunk abba, ami nem működik. És azt kell mondanom, köszönöm, mert minden más, amit csináltam, arról szólt, hogy a teremtője az egésznek volt az értékes, és mindenki más kevesebb volt, és amikor én idejöttem, és ezt már láttam veled, magammal és több száz emberrel, de amikor én csatlakoztam, te azt nézted, hogy én mit tudok tenni egyedileg, és mi lehetek egyedileg. Ez valami olyan, amit nem is tudtam, hogy ennek van értéke, és te ezt érzékelted energetikailag, és mindent megtettél, amit tudtál, hogy eljuttass engem oda, hogy ezt felébresszem. Anélkül, hogy te ezt tetted volna, vagy lentél volna, én nem lennék az, ami vagyok. Örülök, hogy ahol most vagy, és aki most vagy, és hogy itt vagy az életedben. Ez kölcsönös, barátom. Minden egyes nap. Mi más igazán lehetséges most neked, a világnak és azon is túl? Köszöntelek titeket újra a 10. Globális Access Bars napon. Mi jön ezután? Idén lesz egy élő interjú Dr. Dane Hill-rel és Gary Douglas-szel, az Access társteremtőivel,
amit élőben fogunk közvetíteni október 23-án Houstonból, helyi idő szerint délben. Hogyan találjátok ezt meg? A globalaccessbarsday.com-ra nézzétek meg a felvételt, és alig várom, hogy ott találkozzunk. Köszönjük, hogy itt vagytok, és mi más lehetséges most. Sziasztok!